újra a csatornán. Új szoba, de ugyanúgy gyerekszoba. Ugyanúgy ide bújtam el, hogy tudjak videózni nektek. Pont ma egy hete költöztünk be a házba. A gyerekszoba készen van, és nekem ez a legkedvencebb helyiségem az egész házban. Szerintem eszméletlenül cuki és csajos lett. Pöttyös lett a fal, eredetileg tudjátok, nem így terveztem, de a lányok így szerették volna. Aztán van pár horgol dekoráció, vannak ilyen unikornisos képek, azokat az IKEA-ban vettem, illetve van két darab babafotó kirakva a szobába. Egy nagyon kedves követőm küldte a képkeretet ajándékba a lányoknak. Szerintem nagyon cuki, és hát teljes mértékben illik az unikornisos rózsaszín millióbe, úgyhogy nagyon eltaláltam, hogy mi kell ide. Amúgy a konyha is készen van, mert minden doboz amúgy ki van pakolva, egy-két ilyen vákumzsák van még, amiben téli ruhákat, ilyesmiket tárolok, de jelen pillanatban azokat nem tudom még hova rakni, ugye egy szobával kevesebbünk van még. Jövő héten jönnek a vizesek, kicserélni a boilert, illetve átcserélni a vezetékeket, és akkor ők ugye említettem múltkor, hogy úgyis fel fogják túrni az egész szobát, és akkor utána fogunk csak nekiállni felvenni a betont, meg ugye leszedni a vakolatot. Terveink szerint egy hónap alatt abban végzünk, úgyhogy már teljes mértékben beköltözhető állapotban van. Ugye kell odaraknunk majd fűtőtestet, meg kell oldanunk a vezetékezést, kell ablak, egy ajtót befalazunk, egy ajtót javítunk, úgyhogy ott abban a helyiségben minden lesz, amit csak el tudtok képzelni, de hogyha minden jól megy, akkor egy hónap alatt végezni tudunk vele. Amúgy nagyon szeretek itt lakni, múltkor említettem nektek a disznószagot, és közétek el, mióta ide költöztünk, azóta egyetlen egyszer sem éreztem disznószagot, úgyhogy ennek nagyon-nagyon örülök. Valószínűleg ugye, amikor jöttünk mindig csinálni a házat, akkor nagyon durván kánikula volt, ilyen 38-40 fok, valószínűleg az rá segített itt a szagokra, de amúgy azóta tényleg egyáltalán nem érzem. Az udvar elég kupis még, mert hát ugye amiket felszedtünk innen, lamináltat, linoleumot, padlószőnyeget, mindent, az ugye ott van az udvar egy sarkában még a WC is, amit ugye kicseréltettünk. És várjuk a lomtalanítást, elvileg jövő héten lesz lomtalanítás valamelyik nap, és akkor meg ki tudunk pakolni mindent, akkor onnantól kezdve az udvar is rendben lesz. A füvet már eléggé le kéne nyírni, de ma van Zsolt és születésnapja, úgyhogy mondtam neki, hogy ma ne nyírjon füvet. Az ajándékot azt most nem kap sajnos, megrendeltem, de nem érkezett meg, úgyhogy azt nem kapja meg. Tortát sem kap, ugyanis az tegnap előtt már kapott, mert hát nem lehet úgy meglepetés tortát csinálni, ha itthon van, és ma itthon van. Tegnap meg éjfélkor jött haza, tehát akkor a lányokkal nem tudtuk volna megoldani neki ezt a meglepetés tortázást, úgyhogy csütörtökön kapta meg a meglepetés tortáját, mikor délután hazajött a munkából. Tényleg meglepődött, azt kell, hogy mondjam. Bár, hogy őszinte legyek, nagyon finom lett a torta, tényleg nagyon jó íze lett, de hogy életem legrondább tortája, azt is el kell, hogy mondjam. Valószínűleg az is közrejátszik benne, hogy erősen segítettek a lányok minden egyes folyamatban, úgyhogy hát inkább hátráltatás volt, mint segítés, de együtt csináltuk, és ez a lényeg. Ma nem főzök semmit, hanem elmegyünk éttermezni. Láttam itt a közelben egy tök jó éttermet, illetve ajánlották is. Van elvileg ilyen kinti kis cuki kertrész, meg játszottél a lányoknak, és akkor talán ott nyugodtan tudunk egy kicsit ebédelni, így ilyen szülinapi ebédet ott fogjuk megtenni. Úgyhogy nagyjából megvagyunk a házzal, a kipakolással. Nagyon-nagyon szeretek itt lakni már most. Imádom, hogy amikor sétálok az utcán a lányokkal, akkor ránk köszönnek az emberek. Gondolom azért is, mert hogy újak vagyunk, és mit keresünk mit. De akkor is kedvesen ránk köszönnek. A boltos néni az már ismer minket, mert nem mi vagyunk a 600.000. vásárlók aznap, hanem itt olyan csak a 20-ak, és már tudja, hogy kik vagyunk. Szóval nagyon-nagyon tetszik nekem ez a barátságos közeg. Imádom, hogy amikor itt csönd van,
kint az udvaron, mondjuk reggelente, akkor tényleg csend van, és nem úgy, hogy hallod a madárcsicsergést, de közben a távolban hallod a mentőt, a tűzoltót, a sipálkoló gyereket, mindent, hanem itt, amikor reggelente kimegyek meginni a kávémat, akkor tényleg semmi más nem hallasszuk a madarakat, meg a kakaskukorékolást. Úgyhogy nagyon-nagyon tetszik, nagyon örülök neki, hogy falu mellett döntöttünk, és remélem, hogy ez a kis lelkesedésem megmarad. Tényleg nagyon, nagyon jó döntés volt, én úgy érzem, annak ellenére is, hogy ugye több olyan hiba is, vagy javítani való is ugye előbukkant, amikre úgymond nem számítottunk, vagy amikről nem tudtunk. Annak ellenére is örülök neki, hogy ezt a házat választottuk, mert van egy kis bája ennek a háznak. Tényleg olyan, mint egy kis mézes kalács házikó. Tele van ugye fával az udvar. Mondjuk az egyik fával vannak is problémáim. Ugye van 3 darab akácfaként, abból egyet sajnos mindenképpen ki kell vágnunk, mert nagyon rálóg a házon, és elég közel is van a házhoz, félek, hogy a gyökere bemegy a ház alá, és a vájunknak az azért az nem tenne annyira jót, úgyhogy azt mindenképpen onnan ki kell sajnos vágatnunk. Illetve van egy fűszfa az udvaron, ami halálra idegesít, gyönyörű, tényleg nagyon-nagyon szép az a fa, viszont non-stop hullatja a levelét, meg a pici apró gajakat, és mindig olyan az udvar, mintha rendetlen lenne, ráadásul, miben folyamatosan hullatja a levelét, meg minden, ezért ott nem is nő fű körülötte. Szóval majd valamit kitalálok, mert pont most írta ma valaki, hogy ők hasonló megfontolásból a diófa alá műfűvet tettek, szóval lehet, hogy nálunk is ez lesz a megoldás, hogy mégiscsak megmaradjon a fa, mert amúgy ott van pont az udvar kellős közepén, és amúgy nagyon cuki, meg tényleg nagyon-nagyon szép, majd meglátjuk, hogy mit lehet vele csinálni. Szóval így összességében ennyi költözős vlog az nem készült, mert annyira nagyon brutális volt a költözés, hogy az valami hihetetlen. Nem is fértek be a cuccaink egy kanyarba, úgyhogy Zsolti áthozott minket, meg ugye jött a költöztető autó, és akkor vissza kellett mennünk még bepakolni pár dolgot, ami ott maradt. A grill, meg a kinti bútorok, azok már nem fértek be, szóval azért vissza kellett menni. És mikor Zsolti visszajött megint, akkor szólt, hogy amúgy most esetben egy meló, és éjjel még el kell mennie dolgozni, úgyhogy hát mondjuk azt, hogy hosszú volt neki az a nap. Nem is volt ideje arra, hogy összerakja a lányoknak az ágyát, úgyhogy mi itt a gyerekszobában a padlóra leraktuk a lányokkal a matracokat, és akkor azon aludtunk, bár tök jót aludtunk, azt kell, hogy mondjam. Illetve mióta itt lakunk, azóta egyetlen egy rossz éjszakánk volt, bár azt hozzáteszem, hogy az baromira rossz volt, és aznap semmit nem aludtam, összesen 2,5 órát, azt így abból is másfelett úgy, hogy ültem a kanapén. Szóval az tényleg egy brutális éjszaka volt, hogyha részletekre vagytok kíváncsiak, kövessetek Instán, mert hogy ott azért megosztom az ilyen izgalmas történeteket. Na mindegy, a lényeg az, hogy azóta jobban alszanak a lányok, mióta itt vagyunk, mert hogy itt sötétebb van. Tehát ott Szegeden lehúztuk a redőnyöket, meg minden, akkor is az utcafénye az ugye bevilágított, meg minden. Itt viszont tényleg nagyon durván sötét van, és úgy látszik, hogy ez jobban kedvez nekik, ez a nagyon sötét. Azt hiszem, így hirtelen ennyi, ami eszembe jut, és amit így el akartam mondani. A lényeg az, hogy boldogok vagyunk, és tök jól érezzük itt magunkat. És hát majd az idő eldönti, hogy hogy legyen. Most jelen pillanatban, hát nem, most jelen pillanatban még nem elég a ház, mert hogy most még egy kicsi, de hogyha meg lesz a szoba, akkor már elég lesz a ház, illetve a kazánt ugye áthelyeztetjük, azt nem tudom, hogy itt mondtam-e, vagy Instán, de hogy a kazánt áthelyeztetjük, és a kazánház is valami 11-12 négyzetméteres, szóval abból is ki tudunk majd alakítani egy szobát, hogyha úgy van, szóval tudjuk még itt alakítani a helyiségeket, hogy biztosan jó legyen a ház. Szia kicsim, viszont hát most első háznak szerintem ez teljesen tökéletesen megfelel, aztán ugyanúgy vagyunk ebben is amúgy, mint az albérlettel voltunk, tehát hogyha nagyobb kell, akkor majd költözünk egy nagyobba. Annyi, hogy itt azért nehezebb mozogni A-ból B-be, mint egy albérlet esetén, de azért szerintem így is megoldható lesz. Megjön csak a gyerekek, úristen, 9 és... Igen, gyerekek vagytok, 9 és fél percet beszélek. Lassan készülődnek a lányok, mert nem sokára indulunk. Hát az étterembe. Étterembe!
kajam. Igen. Menjetek szépen fogat meg arcot mosni, jó? Lottika, mitől ilyen nagyon koszos a lábad? Hát mindig ilyen mosatka. Udvarasz. Ki volt az udvaron, mert itt láb? Jó, szállj csak le az asztalról, gyere. Fél négy van, és nemrég értünk haza. Ahova eredetileg terveztünk menni étterem, az nem volt nyitva. Úgyhogy jött gyorsan egy újra tervezés. Elindultunk Gyula felé, de közben kiderült, hogy Medgyesegyházán is van egy étterem, amit így eléggé ajánlottak. Úgyhogy beültünk oda. A kaja az tényleg finom volt, az árak azok meglepően olcsók, hogy a szegedi viszonylathoz képest. Viszont az étterem az egy ilyen kis kocsma sarokszerűség volt. Fura volt, kicsit retro, de amúgy tényleg jó volt a kaja. Aztán sétáltunk, egyet ettek egy fagyit a lányok, és már itthon is vagyunk. Igen, most elvileg Zsolti fűnyírás tervez, gyakorlatilag szerintem ebből az égvilágon semmi nem lesz. Az biztos, hogy most főz egy kávét, iszunk egyet, aztán meglátjuk majd, hogy hogyan tovább. Hazaértünk, mert szedtem magamnak egy kávét, vagy szedtem, toltottam. Kicsit nagy már a füle, kéne vágni, de hogy meg akarom nektek mutatni, hogy amúgy az udvar itt el van kerítve, ez az udvar rész, mert ezt meg kell csinálnunk, hogy ezt a kerítést már kicsit inogós, és a kutya szökik, főleg itt ki tudna menni. De hogy ez az egész terület a miénk, egészen odaig a kukoricáig. Most dinnyét ültet rajta a szomszéd, mert amúgy ő szokta művelni. Szerintem ezt így meg is adjuk, ezt az állapotot, mert kicsit nagy ahhoz, hogy én itt művelgessem ezt a területet, de egészen odáig a miénk. Szóval a lámpa, ez az egyik nagy kedvencem a házba. Itt a távirányítója a kapunak, viszont, hogyha megnyomom a D-t, akkor felkapcsolódik a lámpa. Imádom. Te is imádod? Üggön, megint ott egy papucs. Lévi, mit keres ott már megint akarszi papucsa? Mit keres már megint ott a papucsom? Úgy, de imádlak te. Rostont. Te rostont, igen. Gyönyörű vagy. Te vagy a legszebb kutyus a világon bizony. Nagyon fáradt fejem. De csak azért, mert nagyon fáradt vagyok. És mielőtt elköszönök, viszont szeretném elmondani, hogy egy valami van a házban, amit... Hát nem az, hogy megbántam, de hogy már másként döntenék, ez pedig ez a szürke padló, ami itt van a nappaliban. Nagyon szép, tényleg szerintem tök szép színe van, viszont egyáltalán nem gyerek és kutyabarát. Ha visszamentnék az időben, akkor valószínűleg egy kicsit sötétebbet választanék, mert nem kompatibilis se a gyerekekkel, se a kutyával, tényleg, tehát hogy felporszívozok, felmosok, és száradás után egyszer végigmegy rajta valamelyik, és már tiszta kosz és folt, és nem jó, sajnos. De hát most meg kell vele barátkozzak. Majd csinálok egy szőnyeget ide a nappaliba. A nappaliról mindjárt mutatok nektek képet, hogy amúgy hogy néz ki. Csinálok majd ide egy szőnyeget a nappaliba, egy horgolt szőnyeget, illetve hogyha már nem ez lesz a szobánk, mert most ugye a kanapé kiúszható, és azon alszunk, akkor majd egy kis dohányzóasztalt is veszünk. Illetve Instára kiraktam képet a nappaliról, és többen kérdeztetek, hogy honnan van a kanapé. Ezt ugye még a kb. Egy hónapos még a másik házban vettük. Nagyon szeretem, mert baromi kényelmes rajta aludni is, meg úgy alapból nagyon kényelmes. Ezt a Möbelixben vettük. Mindjárt kirakom, hogy melyik fajta, rakok be egy linket, hogy melyik fajta kanapét vettük. Mi szerencsések voltunk, mert mi akcióban 100.000 forinttal olcsóban meg tudtuk venni. Úgyhogy ennyi. Ennyi. Nem nagyon tudok már mit mondani, mert nagyon-nagyon fáradt vagyok. Most jövő héten jön amúgy pár csomagom, rendeltem pár környezetbarátabb megoldást így a lakásban, mosogatószer, mosószer, öblítő, ilyesmiket,
amik környezetbarátabbak, úgyhogy azokat majd megmutatom. Illetve rendeltem a lányoknak egy homokozót, mert a másik homokozót ott hagytuk a lakásban, nem akartuk ott szétszedni, meg mit tudom én, meg benne volt a homok is, és akkor inkább ott hagytuk, a következő lakók használják egészséggel. És akkor most vettem a lányoknak, vagy hát vettünk a lányoknak egy olyat, aminek ilyen lecsukható a teteje, majd azt is megmutatom nektek jövő héten. Ez most lényegében a névnapi ajándékuk lesz. És Lottikának aznap volt a névnapja, amikor költöztünk. Hát egy kicsit meg is feledkeztünk róla, hogy őszinte legyek. Lilinek meg most 27-én lesz a névnapja, és akkor kitaláltuk, hogy akkor egyszerre kapják meg az ajándékot, és egy közös ajándékot kapnak. Ez már csak azért is jó, mert akkor egyik sem fog kiakadni azon, hogy jaj, de a Lili kapott, én miért nem kaptam, jaj, de a Lotti kapott, én miért nem kaptam, mert hogy ebből is úgyis csak veszekedés lenne, mert hogy mindig veszekedés van. Úgyhogy ennyi, ezt a vlogot lezárom, és akkor most már így nagyjából nyugi van, úgyhogy próbálok nektek több videóval jönni, most már talán több időm lesz, úgyhogy legalább egy heti egy, de inkább heti kettő videót szeretnék majd hozni nektek, kicsit beszélgetősebb témákban is, sarokban láthattátok a lámpámat, úgyhogy már lámpám is van, úgyhogy talán esténként beszélgetős videót is fel tudnék nektek végre venni. Köszönöm, hogy velem tartottatok, és akkor találkozunk legközelebb. Sziasztok!